Az energiamenedzsment egy meglehetősen új területe a gazdaságnak. Mit takar? Ez olcsóbb energiabeszerzést, vagy szoftver felhasználást, vagy egyéb más módszert? Alapvetően két irányvonalból lehet kiindulni. Legelső cél az, hogy a energiabeszerzést próbáljuk valamilyen szerint csökkenteni, illetve optimalizálni. Ez elengedhetetlen mai világban energiamenedzsment rendszereknek a alkalmazása. Itt erre gondolok például lekötött teljesítmény optimalizálás, áramszolgáltatói szerződések optimalizálása. Másfelől meg egy olyan komplett mérésügyi rendszer megvalósítása, amely lehetőséget biztosít egy adott gyárnak különböző fogyasztói szokásainak a felderítésére, illetve maga az energiafelhasználás optimalizálására. Ez manapság az energiamenedzsment rendszereket úgy kell elképzelni, hogy mind szoftver tartalmaz, mind hardware elemeket. Első lépésben megvalósítjuk a mérést, mint egy beteg esetében a diagnózist, és utána meghatározzuk a következő lépéseket, amivel tudjuk az energiát optimalizálni. Ami terméket mi kifejlesztettünk, a AV Reporter, Adding Value, magyarra fordítva hozzáadott értéknek lehet nevezni ezt a terméket. Ez teljes egészében a Consis Magyarországon, illetve a nemzetközi partnereink együttműködésével fejlesztettük ki, illetve fejlesztjük folyamatosan. Projektjeink vannak Brazíliában, távol-keleti területen, nem olyan régen Svájcban kórházaknak csináltunk energiamenedzsment rendszert, és a külföldi rendszerintegrátorainktól, illetve szakértő cégeinktől visszakapott információk alapján fejlesszük folyamatosan ezt a terméket. A Consis Kft. Magyarországi fejlesztő csapat mennyire know-how ez a kifejlesztett szoftver, mennyire saját? Ez teljesen magyar termék. Annyit kell mondani, hogy elég erősen támaszkodunk a Győrben lévő Széchenyi István egyetem úgymond tudásbázisára, tehát a fejlesztésben résztvevő programozók, illetve villamosmérnökök ebből a körből kerülnek ki, illetve maga a fejlesztés során is matematikai, illetve speciális villamosmérnöki ismereteknél a Széchenyi István Egyetemmel is bizonyos együttműködéseket valósítunk meg, illetve multinacionális cégekkel, tehát például E.ON áramszolgáltató, Schneider Electric, Siemens, akikkel nemzetközi területen együttműködünk, és onnan visszakapott információk, illetve közösen megvalósított projektek alapján a termékünket fejlesztjük tovább. Hogy kell elképzelni egy vállalkozás vezetőnek azt, hogy a Consis Kft. Elkezd működni ennél az adott szervezetnél? Alapvetően úgy kell elképzelni ezt a rendszert, hogy elsődlegesen, tehát ilyen nagy fogyasztók, tehát ipari fogyasztók például szállítjuk, tehát gyógyszeripari cégek, autógyártó cégek, például Michelin, a gumiabroncsot gyártó cégek, hol azért vannak engineering, tehát két létre lesz rossz, tehát mérnöki szakemberek, akik nézik ezeket az adatokat, és ők meghatározzák a beavatkozást, és van a másik réteg, úgymond a menedzsment réteg, aminek meg az AV Reportet tud adni egy szűkebb, átlátható, ezt angolul dashboardoknak nevezik, a dashboard magyarul műszerfalat jelent, ilyen összefoglaló nézetet, ahol a sarokszámokat, az irányokat, illetve a tendenciákat meg tudja nézni a vezető, és ez alapján a megfelelő döntéseket, illetve a megfelelő energiahatékonysági, például jövőbeni beruházásokhoz való döntéseket meg tudja valósítani. Maga az energiamenedzsment rendszerekkel tapasztalataink szerint olyan 10-40% közötti energiamegtakarítást lehet felhozni, tehát például logisztikai központok, ahol homogén a felépítés, ott nagyon gyorsan lehet megtakarítani, gyárak esetében, nagy gyártósoroknál, ott első lépésben csak a gyártás, illetve az energiafelhasználás optimalizálásával 10%-tól, és a maga energiahatékony megoldásokkal egészen 40%-ig. Ezen beruházásoknak a megtérülése olyan fél évtől egészen egy év, másfél évig terjedt, tehát nagyon gyors a megtérülési idő ezeknek a beruházásoknak.